Más témával folytatjuk. A tavalyi deviza és forint hiteles elszámolások összesen 3 millió 600 ezer hitelszerződést érintettek, derült ki a Magyar Nemzeti Bank jelentéséből. A pénzintézetek összesen 764 milliárd forint fogyasztói követelést térítettek meg. Az egyoldalú kamatemelések és részben az árfolyamrés miatt a törvényben elrendelt elszámolások több mint 1,8 millió deviza alapú és 1,7 millió forint hitelszerződést érintettek. 91.662 darab olyan szerződést szüntettek meg az elszámolások után, ahol nagyobb volt az elszámolási összeg a fennálló tartozásnál. A fogyasztói követelések nagy részét beszámították a tőketartozásba, de 200 milliárd forintot ténylegesen kifizettek a bankok a hiteleseknek. A forintosítás után a svájci frank alapú volt devizahiteleseknek átlagban 26 ezer forinttal csökkent a törlesztő részletük, átlagosan a tőketartozás 1,5 millió forinttal lett kevesebb. Jelenleg is tart a csaknem 250 ezer autó és személyi hitelek forintosítása, amelyekkel kapcsolatban jóval kevesebb panasz érkezik a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi fogyasztóvédelmi központjához, mint korábban a jelzálog hitelek esetében. Ennek oka, hogy a forintosítás során, ellentétben az elszámolásokkal, nem konkrét összegek visszatérítése, jóváírása történt a fogyasztóknak, hanem rögzített kedvező árfolyamon forintra váltották át a követeléseket a bankok. A Fair Bank törvény a hitelfék átláthatóbbá tette a hitelezést, idén áprilistól pedig egy új szabály is védi a hitelt felvevőket. Ezzel az új szabállyal folytatjuk itt a stúdióban vendégem Husi Dávid pénzügyi tanácsadó. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Miért van szükség egy újabb jogszabályra, egy újabb előírásra, ami az ügyfeleket védi? A Fair Bank törvény bevezetésével egy olyan jogszabályi környezet állt elő, amivel bízunk benne, hogy egy olyan hitelezés indulhat meg, ami a fogyasztóknak mindenféleképpen egy kedvezőbb lehetőséget biztosít. Tehát értem ez alatt az, hogy a jogszabály, ugye a Fair Bank törvény, ami tulajdonképpen a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló törvényt módosította, és ebben szabályozzák az új szabály, tehát ebben kerültek módosításra az új szabályok. Például az, hogy a fogyasztó már a hitelszerződés megkötése előtt garantált joga van arra, hogy tájékoztatást kapjon a bankjától. Erről mindjárt beszélünk részletesen, hogy mi mindent tartalmaz ez az új szabály. Arra lennék kíváncsi, hogy változott-e egyébként a pénzintézeteknek a hitelezési szokása, a hitelezési szokásai változtak-e, illetve hogyha morálisan megnézzük azt, hogy hogyan helyeznek ki hitelt, akkor a Fair Bank törvény bevezetése óta miben történt változás? Igazából kötelezve lesznek arra, hogy a fogyasztót olyan garanciákkal lássák el, biztosítsák, ami, tehát a fogyasztó minél jobban tájékoztatva legyen ugye a jogaival kapcsolatosan. Ez a hitelezés szempontjából úgy gondolom, hogy elkerülhetetlen az, hogy a hitelezés továbbra is ugyanazon a szinten maradjon, tehát én nem látom annak lehetőségét, hogy itt visszaesik a hitelezés, ugyanis manapság a mai világban elkerülhetetlen az, hogy egy lakás, egy ingatlan vásárlás ne hitelezésből történjen meg. Mindenféle más fogyasztói igény hitelezésből történő megoldása, tehát az áruhitel, személyi kölcsön, hitelkártya, fizetési számlákhoz kapcsolódó keret, folyószámlahitelre gondolok. Ez úgy gondolom, hogy ha nagyon nincs rá szükség, tehát hogyha nem olyan váratlan helyzet áll be, álláspontom szerint ennek nem kell akkora jelentőséget szentelni, inkább a megtakarítás és az előtakarékosság felé kell venni az irányt. A pénzintézeteknek egyébként saját érdekük is, hogy morálisan változtassanak a hozzáállásukon, és az ügyfelek érdekeit képviseljék egy hitel kihelyezésnél is, hiszen az lenne a cél a jövőben számukra, hogy minél több hitelt helyezzenek ki. Megtorpant-e a hitelezési kedv most az elszámoltatás vagy elszámolás után, mit tapasztalnak a pénzügyi piacon? Nem
gondolom azt, hogy ez megtorpant volna. A forint hitelezéssel egy biztosabb pálya állt be ezáltal. Ugye a devizahitelek kiszámíthatatlansága vezetett arra, és ugye itt a törvényi elszámolások egy kicsit a fogyasztók részéről megingott ugye a hitel felvétel, tehát a hitelekhez való hozzányúlás, de ahogy az előbb is mondtam, ez megkerülhetetlen, és tehát a pénzügyi intézmények részéről sincs olyan morális állapot vagy magatartás, ami azt mutatná, hogy itt egy csökkenő tendencia lenne. Tehát ezzel a fair bank törvénnyel is próbálják, ugye a jogalkotó is próbálja azt a helyzetet előteremteni, hogy bár itt az elmúlt évek negatív hatásai ellenére megmaradjon az a folyamatos fogyasztói hitelezés, ami ugye képes fenntartani egy működő pénzügyi rendszert. És ez nagyon fontos, mert hogy ahogyan mondtam, én is a pénzintézeteknek is a szemszögéből nézve lényeges, hogy ügyfelet ne veszítsenek, és egy egységes szabályozás vonatkozzon minden egyes pénzintézetre. Hogyha megnézzük ezt az új szabályt, akkor miben fogja ez segíteni az ügyfelet, miben fog ez segíteni engem, ha mondjuk jelzáloghitelt szeretnék fölvenni, mit fog garantálni ez az új szabály? Az biztosan garantálva van a jogszabály által, hogy a fogyasztó a megfelelő tájékoztatást megkapja. Nyilván itt a fogyasztónak is aktívnak kell lennie olyan szempontból, hogy ő is kérdezhet. És mi mindig ezt kérdezzük, hogy ön kitől kérdez pénzügyi kérdésekben, mert ugye ez nem elhanyagolható szempont, hogy most már a banknak a tanácsadója vagy ügyintézője az, akihez fordul, vagy egy független szakértő, pénzügyi szakértő, aki ugye nem érdekelt abban, hogy egy banki terméket eladjon, hanem csak magára a konstrukciónak esetlegesen a veszélyeire felhívja. Akkor ön azt mondja, hogy független szakértőt vagy független tanácsadót is érdemes megkérdezni egy komolyabb hitelfelvétel előtt? Így van. Érdemes kikérni. Legyen ez most egy ingyenes tanácsadói, pénzügyi tanácsadói iroda, vagy akár, hogyha szentel rá az ügyfél egy kis összeget, de kérje ki mindenféleképpen egy független tanácsadónak is a véleményét, mert ugye tehát nem elég egy banki terméket, tehát hogyha hitelhez folyamodik az ember, nem elég csak egy terméket figyelembe venni. Érdemes minél több lehetőséget a piacon megnézni. Így van, a kínálat. Tehát mi is... Menjünk tovább egy picit, mert nagyon fontos elemeket tartalmaz ez szerintem ez a szabályzat. Tartalmazza azt is többek között, hogy tilos az árukapcsolás és egyéb más szolgáltatás egy-egy hitel kínálatnál. Mi volt eddig jellemző, vagy mit szerettek volna még a hitelek mellé eladni a pénzintézetek, vagy kínálni? Például ugye a devizahiteleknél is rengeteg ügyfél esetében találkoztunk ezekkel az úgynevezett kombinált hitelekkel, aminek ugye az volt a jellemzője, hogy az ügyfél csak úgy kaphatott szabadon felhasználható jelzáloghitelt, vagy lakásvásárlási, lakáscélú jelzáloghitelt, hogy azt valamilyen egyéb pénzügyi termékben egybekötve vehette fel, például egy unit-linked életbiztosítással, tehát egy befektetési egységekhez kötött életbiztosítással. Ennek sajnos megvannak a bukkanói és a veszélyei, tehát itt az ügyfél hiába fizette rendesen a tartozását. Itt ezek a befektetési életbiztosításoknak olyan rejtett hibái vannak, például nem volt megfelelő a hozam, így amivel kalkulált a pénzügyi intézmény a szerződés megkötésekor, ez már nem csak az árfolyam változás miatt lehetett más adat, amikor ténylegesen alkalmazásra került, de például a hozamok elmaradása is egy olyan helyzetet teremtett elő, ami az ügyfélnek teljesen kedvezőtlen volt, és ezt küszöböli ki most az új szabályozás, hogy lehet ilyen termékkel egybekötve, tehát csomagba adni ezt a kölcsönt, de az ügyfélnek mindenféleképpen előnyére váljon. Tehát
úgy, hogy ez a feltétel annak, hogy ő lakás célú kölcsönt vegyen fel, vagy bármilyen kölcsönt, nem lehet. Nagyon fontos még egy dolog, van-e gondolkodási idő egy szerződés aláírása előtt, az új szabály mit határoz meg? Azért elég meglepő, hogy eddig jelzálog hitelek és nagy összegű jelzálog hitelek szerződése úgy született meg, hogy tulajdonképpen az ügyfélnek rögtön alá kellett írnia. Így van. Rengeteg ügyfelünk panaszkodott arra, hogy nagyon sürgették, és úgy érezte, hogy nagyon sietnie kell a szerződés megkötésekor az aláírással. Most ez az új jogszabály már biztosítja azt, hogy az ügyfél legalább 3 napos gondolkodási időt kapjon a szerződés megkötése előtt, és ez alatt az idő alatt ő meg is gondolhatja magát, elállhat a szerződés, de pontosabban az elállási jog az már ugye a szerződés megkötésétől is él. Feltétel az, hogy 14 napon belül élhet az elállási jogával, csak nem szabad addig, hogy folyósítva legyen a kölcsönösszege. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm.